6 éve készítette el először a személyi jövedelemadó bevallásokat a NAV. Azóta egyre többen lettek azok, akiknek a hatóság ingyen elvégzi ezt a munkát. A tervezetek már el is érhetőek online, és postán is kiküldték azokat. Módosítást pedig péntek éjfélig lehet kezdeményezni. Fontos, hogyha valakinek olyan bevétele van, amit a NAV nem lát, például ingatlan kiadásból származó, akkor azt külön fel kell tüntetni. Ha pedig valakinek pénz jár vissza, akkor be kell jelölni, hogy postán vagy bankszámlára kéri azt. Valakinek nincs ügyfélkapuja, és mint említettem, mondjuk 1000 forintnál több visszaigényelhető adója van, akkor kapott postán tervezetet, és kapott hozzá egy kiegészítő nyilatkozatot. Ha a tervezetben foglaltakkal teljesen egyetért, nem kell semmivel kiegészíteni, tehát úgy látja, hogy minden benne van, akkor elég ezt a kiegészítő nyilatkozatot kitölteni és aláírni és visszaküldeni a NAV-hoz május 20-áig. Ugyanez a helyzet akkor is, ha valakinek befizetendő adója van, és arra részletet akar kérni. Fontos, hogy annak, aki egyetért a NAV számításával, semmi dolga nincs, mert a bevallás tervezet május 20-a után automatikusan érvényes bevallássá válik. Fontos még az, hogy a személyi jövedelemadó 1+1%-áról idén és a korábbi évekhez hasonlóan lehet rendelkezni, ugye akár elektronikus úton, akár papíralapon. A lényeg az, hogy május 20-áig a NAV-hoz beérkezzen, illetve ahol a munkáltató vállalta azt, hogy összegyűjti ezeket a nyilatkozatokat, ott a munkavállalónak a munkáltató részére május 10-éig kell átadnia. Tavaly a felajánlásokból 10,5 milliárd forint jött össze civil szervezeteknek és egyházaknak.